Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelten köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, Róla Sándor Józsi urat, hívottam munkatársait, meghívott kedves vendégeinket és a televízió nézőket. A jelenlévő alapján megállapítom, hogy 10 képviselő van jelen. Távolmaradását bejelentette Szepesi Tibor képviselő úr, az ülés határozat képes, az ülés megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltatnak megfelelően tárgyalja meg a napirendi pontokat, azzal a változtatással, hogy az alábbi napirend kerüljön felvételre. Javaslat Karcagváros önkormányzatának a belügyminisztérium által indított járási és tartunka mintaprogram projekt tervének benyújtása érdekében kötendő megállapodásra. Aki a említett napirendi pontot tudja támogatni, annak felvételét kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadni kell. A teljes napirendet teszem fel szavazásra, ha tudjuk támogatni, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy a 23-tól 31-ig terjedő napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyaljuk meg. Tudjuk-e ezt támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül. Ezt is egy hangulat elfogadtuk. Tisztelt jelenlévők, felkérem Róla Sándor jegyző urat, hogy a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről legyen kedves tájékoztatni bennünket. November 29-én rendezte meg a KST Baró István szakközépiskolája, szakiskolája és kollégiuma végzős diákjainak szalagalgató ünnepségét a Dérné Kulturális Központban. Jelen volt Pánti Ildikó képviselő. November 30-án került sor a Mozgássérült Egyesület évzáró közgyűlésére. A meghívottakat Pánti Ildikó képviselő köszöntötte. November 30-a és december 1-e között került megrendezésre városunkban a 10. Extraktum Pharma Kárpát Kupa nemzetközi ifjúsági férfi labdarúgó torna. A résztvevőket Dobos László polgármester köszöntötte a sportcsarnokban, jelen volt Szepesi Tibor képviselő. December 1-én Karcagváros önkormányzata és a Nagykunságért Civil Fórum Egyesület várta az adventi gyertyagyújtásra az érdeklődőket. Az első gyertyát Sári Kovács Szilvia, a polgármester asszony gyújtotta meg. A rendezvényen részt vettek Pánti Ildikó, dr. Kanász Nagy László, Nagynyi László, Erzsébet és Molnár Pál képviselők. December 2-án az Alföld Szíve Turisztikai Tanácskozáson Pánti Ildikó képviselő volt jelen Karca képviseletében. December 3-án kiállítást rendeztek az értelmi fogyatékosok napközi otthona megalakulásának 30 éves évfordulója alkalmából a Dérné Kulturális Központban. A kiállítás Dobos László polgármester nyitotta meg, részt vettek Sári Kovács Szilvia alpolgármester és Pánti Ildikó képviselő. Szintén december 3-án a Tour de Hongrie rendezőbizottsága Budapesten köszöntötte a sportversenyt fogadó városok vezetőit. Az eseményen Gyurcsák János alpolgármester és Szepesi Tibor képviselték városunkat. December 5-én jótékonysági Mikulás fotózásra várták a kicsiket és nagyokat a Kossuth tére a Városháza elé. A Mikulásnak átadott ajándékokat a rászoruló családoknak juttatják el a Karcagi Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ munkatársai. A rendezvényen Szepesi Tibor képviselő vett részt. Szintén december 5-én a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei országos program évértékelő és programhirdető ünnepségén Budapesten Karcagváros önkormányzata elismerő oklevélben részesült, melyet Dobos László polgármester a karcagi eredményhirdető ünnepségen vett át. A budapesti értékelőn Sári Kovács Szilvia alpolgármester képviselte városunk önkormányzatát. December 6-án az ifjúsági házban került megrendezésre az Osztrák-Magyar Monarchia és a Történelmi Magyarország összeomlása című tanulmány kötet bemutatója, mely eseményen Dobos László polgármester úr, Szepesi Tibor képviselő is jelen volt. Szintén december 6-án tartotta közgyűlését a Jászlánkun Szolnok megyei önkormányzat, mely Dobos László polgármester vett részt. Még ezen a napon, december 6-án, a termelői közösségek napján az Agrárminisztériumban Sári Kovács Szilvia alpolgármester képviselőtte városunkat. És még szintén december 6-án, a többszörös viradókat köszöntötték a Vöröskereszt szervezésében. Az önkormányzat képviseletében Nagynyi László Erzsébet köszöntötte a többszörös viradókat, jelen volt Pánti Ildikó képviselő.
December 7-én testvérvárosunkban, a felvidéki Szepsiben az U11-es korosztály labdarúgói részére Mikulás Kupa elnevezési sportverseny került megrendezésre, ahol a karcagi csapat első helyen végzett. A sportrendezvényen Dobos László polgármester, Gyurcsek János alpolgármester és Szepesi Tibor képviselő vettek részt. December 9-én a kazak nagykövetség fogadásán Budapesten Sári Kovács Szilvia alpolgármester vett részt az önkormányzat képviseletében. December 10-én tartották a György István Katolikus Általános Iskolában a nyugdíjasok karácsony ünnepségét, melyen Pánti Ildikó képviselte a városvezetést. December 12-én tartotta tanácsülését a karcagi többcégű kistérségi társulás tanácsa Dobos László polgármester elnökletével. Szintén december 12-én a Legszebb Konyha Kertek, Magyarország Legszebb Konyha Kertjei Mozgalom karcagi eredmény hirdetésére a Városházán került sor, ahol Dobos László polgármester köszöntötte a résztvevőket és közreműködött a díjak átadásában. A rendezvényen részt vettek Sári Kovács Szilvia alpolgármester, a rendezvény ötletgazdája, valamint Pánti Ildikó és Molnár Pál képviselők. Még ezen a napon, december 12-én a Magyar Kazak Baráti Társaság Egyesület rendezvényen dr. Pintér Zoltán Árpád történész, Kunok és kazakok történész szemével, a Történész szemével című előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Az előadáson jelen voltak Pánti Ildikó, karcagi nagy Zoltán és Szepesi Tibor képviselők, valamint Gyurcsek János alpolgármester. December 13-án átadásra került a kisújszállási szociális otthon felújított átriumus épülete, a felújított és bővített pavilon épülete, valamint az új főzőkonyhája. Az átadáson önkormányzatunkat Dobos László polgármester képviselte. Szintén december 13-án a Karcagi Birkafőző Egyesület közgyűlésén Dobos László polgármester vett részt. Még ezen a napon ülésezett a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, a Városi Önkormányzatot Pánti Ildikó képviselte az ülésen. És még szintén december 13-án Adventi Fények címmel rendezett a Kossuth téren, a Városháza előtt zenés programot a Dérőné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár. A kiállított fenyőfákat a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodásai díszítették fel. A programot F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő köszöntője nyitotta meg. Az ünnepi rendezvényen részt vettek Pánti Ildikó, Nagynyél László Erzsébet és Szepesi Tibor képviselő. December 14-én a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület megalapulásának 15 éves évfordulója alkalmából szerveztek ünnepséget a György István Nagykun Múzeumban. Az esemény kapcsán kiállítás nyílt Benéni Lajtos Katalin fotóiból, melyet Pálmer László, a Megyer Törzs Déli Gyepű Védői Lovas Hagyományőrző Egyesület vezetője nyitott meg. Az egyesület 15 éves múltjáról Balogh Péter, Leidinger Dániel és Bene Sándor emeritus nagykunkapitány, az egyesület elnöke beszélt. Az önkormányzatot Sári Kovács Szilvia alpolgármester és Szepesi Tibor képviselte a rendezvényen. Szintén december 14-én a Karcagi Szakképzési Centrum Centrumba című jótékonysági örömzenei koncertjére várta az érdeklődőket a Dérényi Kulturális Központban. Az összegyűlt adományt a Jesse és Társai Alapítvány részére továbbítják a szervezők. A jótékonysági rendezvényen Dobos László polgármester, Sári Kovács Szilvia alpolgármester, Pánti Ildikó és Szepesi Tibor képviselők voltak jelen. December 16-án a Kinézsi úti óvoda karácsony ünnepségén Pánti Ildikó képviselő vett részt az önkormányzat képviseletében. Szintén december 16-án került megrendezésre a Kátai Gábor kórház fenyő ünnepe, ahol Nagy László Erzsébet képviselte a város vezetését. December 17-én a Názáreti Csillag című pásztorjátékokat adták elő a Szent Pál Marista Általános Iskola diákjai. Jelen voltak Sári Kovács Szilvia alpolgármester és Nagy László Erzsébet képviselő. Szintén december 17-én tartották a Varóúti Idősek otthon a karácsony ünnepségét. A résztvevőket Molnár Pál képviselő köszöntötte, az ünnepségen részt vett Pánti Ildikó képviselő. December 18-án a Karcagi Többszélű Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ a Szociális Munkanapja alkalmából évzáró ünnepséget rendezett az Ifjúsági Házban. A résztvevőket Dobos László polgármester köszöntötte, az önkormányzatot Pánti Ildikó és Szepesi Tibor képviselte. Szintén december 18-án a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és a Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium évzáró rendezvényén Nagy László Erzsébet és Szepesi Tibor képviselők, valamint Sári Kovács Szilvia alpolgármester vettek részt.
December 19-én az Arany János Általános Iskola karácsony ünnepségén Pánti Ildikó és Karcaginai Zoltán képviselők voltak jelen Karcagváros önkormányzata képviseletében. Szintén december 19-én a KTKT Idősek Otthona és a Házi Orvosi Intézmény karácsony ünnepségén Nagynyi László Erzsébet és Molnár Pál képviselték a városvezetést. Köszönöm szépen a jegyző tájékoztatását. Hihetetlen mennyiségű program volt már ebben a rövid időszakban is, decemberben, és még bizonyára lesz is. Minden képviselőnek, érdeklődőnek köszönöm, hogy ezeket a rendezvényeket megtisztelték. Tisztelt képviselőtestület, a napirendi pontok megtárgyalás előtt köszönteni szeretném Pintérné Kis Máriát, a Karcagi Oroszlán Gyógyszertár nyugalmazott gyógyszertári szakasszisztensét, akit a Magyar Gyógyszerészi Kamera a szakma iránti elhivatottságáért és empatikus magatartásáért kiváló gyógyszertári asszisztensi díjban részesített. A kitüntetéshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, jó erőt, egészséget kívánok továbbiakban is, és kérem, hogy legyen kedves kifáradni és egy virágcsokrot átvenni. Tisztelt jelenlévők, köszönteni szeretném továbbá Bosnyák Imre urat, aki az Agrárminisztérium támogatásával meghirdetett, így kezdtem én címmel megrendelt kisállattenyésztés népszerűsítő pályázaton, senior kategóriában harmadik helyezést ért el, elismerő oklevélben részesült. Az elismeréshez az önkormányzat helyében szívből gratulálok, további sok jó munkát, erőt, egészséget kívánok, kérem, hogy fáradjon ki a szint. Köszönjük előtt! Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm továbbá Csontos György asztalos mester urat, akit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a térség gazdasági fejlődésében betöltött kimagasló szakmai tevékenységért, valamint a tanulók képzésében és nevelésében betöltött példamutató szerepéért bronzkoszorús mesterré nyilvánította. Az elismeréshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további alkotó munkához jó erőt, egészséget kívánok. Szintén kérem, hogy legyen kedves kifáradni és egy ajándékot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, az ünnepi pillanatok után javaslom, hogy folytassuk munkánkat. Napi rendelőti kérdések feltételére van lehetőség. Tessenek parancsolni. Andrássy András képviselő úr, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Néhány lakossági jelzés, visszajelzés okán folytán szólnék, illetve kérdeznék, milyen lehetőségünk van, illetve milyen
mit tudunk tenni. Például Nyár utcáról jelezték többen, de a Tőkés utcáról is jelezték, hogy bizonyos lakók az út szélén helyeznek el ilyen nagy monstrum köveket, és ugye ezzel komoly gondot okoznak, főleg este a közlekedő járműveknek. Adott esetben, ugye ez semmi, hát ez nem egy szabályos dolog, és bizony több esetben előfordult már, hogy a járművel sikeresen a két jármű egymás mellett elhaladva kicsit lehúzódott, főleg Keskeny utcáknál neki ütközött az oldalával ennek a kőtömbnek, vagy kő akárminek. És hát ebből probléma volt, a kár kié, természetesen az autósé, nem tud vele mit kezdeni. És hogy ezekkel a úgymond önkényesen elhelyezett akadályokkal tudunk-e valamit kezdeni, az én olvasatomban ez közterület. Én úgy gondolom, hogyha az önkormányzat nem ad rá engedélyt, hogy ott elhelyezze ezt a akármit, akkor az ott szabálytalanul van elhelyezve, vagy ha feltételezem mondjuk a szépen nevelgetett hűvét vagy gyepét próbálja óvni ott a tulajdonos, ez is érthető mindenféleképpen, de akkor egy teljesen szabályos útjelzőkaróval, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzük ezt, akkor azzal oldja meg. Tehát ilyen gond lenne, mondom, Nyár utcából jeleztek ilyet, Tőkés utcáról jeleztek ilyet, de több ponton is van a városban. Ha lehet, ennek nézzünk utána, és ne legyen kellemetlen senkinek sem, az ott lakóknak is legyen megoldás erre a kérdésre, de az autós és a közlekedő társadalomnak is legyen rá megoldása. Még egy kérdés. Nagyon örülünk, hogy a TRV ilyen szépen, szép karácsonyi ajándékot adott át nekünk, és végre közlekedhető a sugárút, és még a rendszert is tudjuk használni, anélkül, hogy a plusz illat lengedezne a városba. Örülünk nekik, köszönjük szépen. Reméljük, hogy azért a Püspökladányi út és az Attila út közötti szakasznál ott azért még fognak egy-két munkálatot végezni. Reményeim szerint, mert ahogy jöttem, már most láttam a friss aszfaltozás, között a posta előtt be van szakadva. Hát ugyanem reméljük, hogy nem marad így, bízunk benne, hogy a TRV a helyzet magaslatán lesz, és folytatja áldásos tevékenységét Réphát félretéve. Úgy gondolom, hogy, és tudom, hogy a polgármester úrnak azért volt ebbe egy kis ráhatása, hogy ilyen gyorsan befejezték ezt a munkát. Mindenféleképpen áldásos, és a ünnepeket így egy kicsit kellemesebben tudjuk tölteni. A további munkálatait megreméljük, hogy a TRV tényleg pontosan és precízen fogja elvégezni. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen. Igen, az első felvetésére, a különböző útakadályok elhelyezésére hagyvágáljak elsőként. Örök vita lesz ez itt a lakosok között, hiszen van, aki közlekedni szeretne, anélkül, hogy felakadnak különböző akadályokban, mások meg védik az általuk gondozott virágos kertet vagy gyepet, amivel szépítik a lakásuk, a házuk környezetét, tehát ezt nehéz lesz feloldani. Valóban sok helyen látni olyan kirakott akadályokat, ami nehezíti a közlekedést, a parkolást, a forgalmat, és valóban ez közterület, tehát nem biztos, hogy minden helyen szabályosan vannak ezek kihelyezve. Természetesen a közterület felügyelők is figyelik ezt, és felszólítják az érintett lakosokat ennek a dolognak a megszüntetésére, de én javaslom képviselő úrnak is, hogyha ilyet lát, akkor ismeri, gondolom, a két közterület felügyelőnket személyesen is, itt már régóta szolgál, ön is itt a képviselői testületben, tessék bátran szólni, jelezni nekik, hogy szűnjön meg ez a jogsértő magatartás, vagy szüntessék meg, hívják fel erre a figyelmet, mi is ezt tesszük természetesen. Örülünk annak, hogy elkészült az út, illetve a csatorna, a hosszú bőjt után sikerült kiszenvedni, de egyszer minden rossznak a végére érünk. Most nem akarok mindenféle közmondásokkal előhozakodni, de
ennek is vége lett, de nyilvánvalóan majd folytatni kell ezt, hiszen a csatornarendszernek a felújítása az most már innentől kezdődően azt kell mondjam, hogy folyamatos kell, hogy legyen, meg kell, hogy újuljon, és én javaslom, hogy majd a következő eszemlében a gazdasági program összeállításánál is erre legyünk tekintettel, és minden egyes felújítás, és az nem csak a Széchenyi utat érinti, természetesen sok minden egyéb mást is, hogyha a csillagok állása úgy alakul, ahogy szeretnénk, akkor ezeket a felújításokat mindenképpen meg kell tennünk, és ez bizony sokszor kellemetlenséggel jár, de a végső célt kell tekinteni, hiszen hogyha sikerülne megújítanunk ezeket a csatornarendszereket, amire nagyon ráfér, akkor hosszú időre biztosítanánk ezt a nagyon-nagyon fontos ellátást. Nincs még befejezve ez a szakasz sem, hiszen azon munkálkodunk, hogy teljes útlefedés, aszfaltlefedés történjen meg, és nem csak azon a részen, amit érintett maga a csatornázási, illetve a csatorna felszedésének a szakasza, hanem a másik oldal is legyen lefedve, leburkolva. Azt hiszem, hogy ez egy jogos elvárás részünkről a TRB felé. Én biztos vagyok abban, hogy sikerül kisajtolni belőlük. Már csak azért is, mert a legnagyobb meglepetésemre ők a megye top 50-es rendezvényén kiváló elismerésben részesültek. Engem is meglepett a történet. De az legyen az ő dolguk, meg a döntéshozók dolga, a szavazók így gondolták, mi más tapasztaltunk. A lényeg az, hogy befejeződött, vége van, és most remélhetőleg ez a szakasz hosszú évtizedeken keresztül fogja tudni szolgálni a várost. Van-e további napi rend előtti felvetés? Molnár Pál képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, kedves jelenlévők. Két témában szeretnék hozzászólni, egyiképpen a útpatkáknak a lezárása. Én András András képviselőtársamat megkérném, hogy a általa képviselt párt országgyűlési képviselőinek szóljon már, hogy a sziklákat a Tőkés utcáról szedje be, mert pont ott van a legnagyobb probléma, ezek szerint nem konzultáltak. Még egyszer ezt nem tudtam. Jobbikos ország, Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselő, ennek az édesanyja rakja ki ezeket a nagy köveket, és úgy tudom, hogy képviselő jelölt is volt a Jobbik színeibe. Először szóljon már szerintem neki, és akkor a Tőkés utcán megszűnik ez a probléma, mert nem köveket, hanem sziklákat helyez neki a műanyagbolttal, a Tőkés utcán található műanyagbolttal szembe. Pont nem is szeretném ezt a történetet tovább folytatni. A másik viszont az, hogy polgármesternek a segítségét kérném, és a közterület felügyeletnek, jegyzőnek a segítségét abban, hogy korábbi években is felvetettem már, hogy a közterületeken található fák gajai nagyon megnőttek. A közlekedés egyre több helyen, főleg szűk utcákban nehézkessé válik. A hulladékszállító járművek, hulladékszállítók jelezték már nekem többször is, de jó magam is látom, hogy gyakorlatilag nem lehet közlekedni. A fölmérésben akár a városgondosság is tud segíteni, és el kellene indítani a vegetáció megjelenése előtt, ez január-február-március időszakban pont ideális időszak lenne, amikor ezeket a fákat meg tudjuk gajazni. Ezzel is a városi közlekedést jobbá, és a város pedig élhetőbbé tudnánk tenni. Köszönöm szépen, polgármester. Köszönöm szépen. Hát az első gondolata, én csak gyanútlanul annyit tudok mondani, hogy valószínűleg a jégkorszak jégtakarója tolta le ezeket a sziklákat valahonnan messzi északról, és ott maradtak véletlenül. Csak így lehetett, semmi másképpen nem kerülhettek azok a sziklák oda. Vannak ilyen természeti jelenségek, Európában több helyen meg lehet ezt figyelni. Érdekes, érdekes dolog. Meg kellene vizsgálni a szikláknak az anyagát, hogy ez most miből van, mert ha gránit, akkor gyanús, hogy tényleg a jégkorszak hatására kerültek oda, hanem akkor valahogy másképpen lettek elhelyezve. Kérjük akkor András András képviselő urat, hogy az aktuális helyen legyen kedves jelezni majd ezt a problémát. A közterület felügyelőkre nem kell mindig hagyatkozni, ön is kap egy bizonyos juttatást azért, hogy képviseli a várost, tehát valami önszorgalmat is lehet tanúsítani, azon túl, hogy itt eltetszik mondani bizonyos problémákat a testület ülésen. Tehát ez a munkával is jár ez a képviselői tevékenység.
és ezért tetszik kapni megfelelő díjazást is. Jó? Tehát, hogyha valaki olyan problémát vett föl, ami egyébként esetleg a mellette ülő tud segíteni, akkor ne itt mondja el, hanem ha beszélő viszonyban tetszenek lenni esetleg, mondjuk fák gajazása, árok rendbetétele, Molnár Pál képviselő úr bizonyára tetszett ismerni, ő a városgondnokság igazgatója, bátran lehet hozzáfordulni egyenes vonalon. A másik gondolat, amit igazgató úr képviselőtársunk felvetett, valóban célszerű lesz majd ezeket a fákat megvizsgálni. Egyébként igazgató úrral már a főteret bejártuk, és néhány fa kivételéről döntöttünk, illetve azoknak a pótlásáról is természetesen. A gajazásban kérem a városgondnokság segítségét, és a köztörölt felügyelőkkel együtt összefogva legyenek kedvesek, akkor felmérni ezt a problémát, és megoldani, mielőtt kitavaszodnak. Köszönöm szépen. Van-e további napi rendelőtti kérdés, felvetés? Ne most tessenek ezeket a problémákat átadni, hanem majd a szünetben. Ma lesz a lehetőség. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, nem látok jelenkezést, akkor javaslom, hogy térjünk el a napirendek megtárgyalására. Első napirendi pontunk javaslat a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetre. Hosszú évek gyakorlatának megfelelően ebben az időszakban is a polgármesterre hárul az önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedése. Kiadások fedezése is? Sajnos a kiadások fedezése is a polgármesterre hárul, és minden szükséges pénzügyi fedezetet ebben az időszakban történő események biztosítására is, hogyha eltetszenek fogadni ezt a javaslatot, akkor a polgármesternek kell gondoskodnia. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ehhez? Ha nincs, akkor javaslom a napirendi pont elfogadását, tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el, köszönöm szépen. Második napirendi pontunk, javaslat a Karcagvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 rendelet módosítására. Jogszabályi kötelezettségünk, hogy negyed évente felülvizsgáljuk, és természetesen ennek megfelelően a különböző pénzmozgásokat jelezzük, a módosítás ezt tartalmazza. Kérdés, hozzászólás, vélemény ehhez van-e? Karcagi Nagy Zoltán képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, kedves képviselőtársam, tisztelt televíziónézők! A Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta ezt a napirendi pontot, és a költségvetés módosításában a központi költségvetésből lebontott támogatásokat tartalmazza, egyes feladatokhoz államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök előirányzatosítását, és ezeknek a átcsoportosítási kérelmeit, költségvetési szervek irányító szervi támogatásának változását, illetve a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat tartalmazza. Az összes, tehát összességében 1 milliárd 508 millió 515 1 milliárd 508 millió 515 forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést tartalmaz. Így a 2019 évi költségvetése az önkormányzatnak bevételi és kiadási főösszege 10 milliárd 70 millió 653.231 forintra módosul. A bizottság megtárgyalta, elfogadta, és a testületek is elfogadásra ajánlja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a pontos szóbeli kiegészítést, van-e további jelentkezés ezzel kapcsolatosan? Ez egy kötelező penzum tulajdonképpen, ezt meg kell tennünk. Ha nincs, akkor javaslom az elfogadását. Igen, nem,
tartózkodás. Kettő nem, ugye? Kettő nem, egy tartózkodás, és azt mondja, hogy 7 igen ellenében elfogadásra kerül. Köszönöm szépen. Harmadik napirendi pontunk, javaslat a személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 12/2017 a rendelet módosítására. A képviselőtestület, én úgy emlékszem, hogy tavaly nem nagyon nyúltunk ehhez, de most mindenképpen szükséges, hiszen az érkeztetők egy olyan problémával fordultak hozzánk, amit orvosolni kellett, és itt bizony komolyabb emelésre teszek javaslatot. Ennek megfelelően a nyersanyag norma 27%-os emelését, valamint a rezsiköltség mértékének 5%-os emelését tartalmazza ez az anyag. Ez ahhoz kell, hogy tudják működtetni és üzemeltetni, ellátni ezt a feladatukat. Kitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van-e? Bizottság támogatta. Ezt meg kell lépni, nagyon fontos dolog, hiszen itt legkülönböző korosztályokat étkeztetjük. Nyilvánvalóan a különböző áremelkedések okán, egyéb más problémák okán ezt nem tudjuk elkerülni. Javaslom az elfogadását, szavazzunk igen, nem tartózkodás nélkül egyhangúra elfogadásra került. Köszönöm szépen. A negyedik napi rendi pontunk, javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 9/2016 önkormányzati rendelet módosítására. Ez azért válik szükségessé, hogy 100%-os normatív támogatást megkapjuk a továbbiakban is. Kérdés, hozzászólás van-e ehhez? Tudjuk-e támogatni? Igen, nem, egyhangulag elfogadtuk. Ötödik napirendi pontunk, javaslat a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 2020. évi munkatervére. Hiszen a képviselőtestület egy laza, de nagyon kemény és alapos vázat látunk itt. Nyilvánvalóan ez csak bővülni fog. A napirendi pontok száma, bár vannak olyan hónapok, hogy a májusra gondolok, hogy már most is elég lenne az, ami oda le van írva, de ez csak bővülni fog nagy valószínűség szerint. Ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele, véleménye van-e bárkinek is? Ha ilyetén formában el tudjuk fogadni ezt a munkatervet, akkor jelezzük, igen, nem, egyhangulag támogattuk. Köszönöm szépen. Hatodik napirendi pontunk, javaslat a Karcagvárosi Önkormányzatra vonatkozó 2020. évi belső ellenőrzés terv jóváhagyására. Ez is egy kötelező pezünk, törvényi előírás, meg kell határozni a belső ellenőreink következő évi tevékenységeit. Köszöntöm körünkben mindkettőjüket, és mielőtt bárki szól, én őszinte szívvel köszönöm meg a munkájukat, amit végeztek ebben az évben, nagyon precíz, jó munkát végzett mind a két belső ellenőrünk le a kalappal, és ez a feladatuk, ez a dolguk, hogy ráirányítsák a figyelmet minden olyan problémára, ami esetlegesen érint bennünket. Volt ilyen is bőséggel, volt pozitív dolog is bőséggel, ez ezzel jár, aki dolgozik, az néha hibázik is, a revizoroknak az a feladat, a kötelessége, hogy ezekre ráirányítsák a figyelmet. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Nyilvánvalóan kettőjük között fel van osztva a terep, korábbi éveknek megfelelően. Csak egy téves jelentkezés volt András András képviselő részéről, így most már akkor szavazzunk, támogatjuk-e, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogattuk. Köszönöm szépen. Hetedik napirendi pontunk, javaslat a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára. Alig egy éve, sőt még annyi sem telt el, 2019. februárjában fogadta el a képviselőtestület ezt a esélyegyenlőségi programot, a cél felé a felülvizsgálata, azóta sok minden történt, ezért van előttünk ez a napirendi pont. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ezzel kapcsolatosan? Javaslom az
A bizottság támogatta, javaslom az elfogadását én is. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulak tettük ezt. 8. napi rendi pontunk. Javaslat a 2020. évi bankszámlahitel szerződés megkötésére. Erre is minden évben sort kell kerítenünk. Raiffeisen bankkal állunk kapcsolatosan. A szerződésünk ez év december 23-án lejár, így mindenképpen szükséges és indokolt további szerződés megkötése 100 millió forint összegű hitelkeret érdekében. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatosan. A bizottság támogatta ezt a napi rendi pontot. Nincs jelentkezés, akkor név szerinti szavazást szeretnék kérni. Kérem, hogy mindenki egyértelműen érthetően mondja be a véleményét. Molnár Pál, dr. Kanász Nagy László, Nagyné László Erzsébet, Gyurcsek János, én igennel szavazok, Karcagi Nagy Zoltán, Szepesi Tibor nincs jelen, Pánti Ildikó, Andrási András, Lengyel János, Kozma Dániel. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulat került elfogadásra. 9. napi rendi pontunk javaslata a kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról szól. Ez az alapítvány is gyakorlatilag minden évben fordul hozzánk segítségért, támogatásait a Csángó Bál megszervezésében jeleskednek, és az idén is javaslom, hogy egy csekély összeggel mind támogassuk munkálkodásukat. Kérdés, hozzászólás, vélemény van ezzel kapcsolatosan. 20 000 forintról van szó, javaslom az elfogadását. Ha támogatjuk, jelezzük igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 10. napi rendi pontunk. Javaslat a Karcag Tilalmasi Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő, a társaság tulajdonában lévő kutak és vízhálózat bérletéről szóló, megállapodásról szóló 299 számú határat módosítására lejár ez a bizonyos szerződésünk, bérleti szerződésünk. Terveink között szerepel a teljes vízellátásnak a megterveztetése és kiviteleztetése, addig is, amíg ez meg nem történik, mindenképpen meg kell ezt a bérleti szerződést hosszabbítani. Erről szól ez a napi rendi pontunk. Van ehhez kérdés, hozzászólás, vélemény? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag elfogadtuk. 11. napi rendi pontunk, javaslat a bűnmegelőzési alapítvány alapító okiratának módosítására, hiszen képviselőtestület személyi változás miatt kell ezt a módosítást megtennünk, hiszen Vini Zsolt rendőrőrnök úr a titkári tisztségről lemondott, és helyette a Karcagi Rendőrkapitányság megbízott kapitányság vezetője Lagon Sándor rendőr zöldes urat javasolta ebbe az alapítványba. Van ehhez kérdés, hozzászólás, vélemény? Javaslom az elfogadását. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat tettük. 12. napi rendi pontunk, javaslat a Nagykun hagyományőrző társulás módosított társulási megállapodásának jóváhagyására. Hát két alapvető dolog miatt kerül sor a módosításra, egyrészt a változó lakosságszám miatt, másrészt ugye a választások okán néhány képviseletre jogosult tag megváltozott, ezeket át kell vezetni mindenképpen. Kérdés, hozzászólás van ehhez? Javaslom az elfogadást, igen, nem, tartózkodás nélkül. Ezt is egyhangulag tettük. 13. napi rendi pontunk, javaslat a Nagykun hagyományőrző társulás társulási tanácsába történő delegálására. Korábbi éveket megfelelően, és nem azért, mert nincs jelen közöttünk, Szepesi Tibor képviselőt javaslom állandó helyettesítésre magam helyett. Ő vesz részt ezeken a
tanácsüléseken és képviseli városunkat. Kérdés, hozzászólás, vélemény van ehhez? Tudjuk-e támogatni? Igen, nem. Egyhangulag fogadtuk el, köszönöm szépen. 14. napirendi pontunk, javaslat a Városi Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Fórumának létrehozására. Itt is az önkormányzati választások miatt, illetve a változások miatt kell a módosításunkat megtenni. Ehhez van a kérdés, hozzászólás, vélemény? El tudjuk-e fogadni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag tettük. 15. napirendi pontunk, javaslat a Szolnok tenyőszigeti ingatlanok hasznosításáról szóló 274/2015 KT számú határozat módosítására, mint ahogy tetszenek emlékezni, az elmúlt testületülésen 10 telek eladásra került, ennek megfelelően változtatni kell, módosítanunk kell. Kérdés, hozzászólás ehhez van. Ha nincs, szavazzunk, igen, nem, tartózkodás nélkül, egy hangulat. Elfogadtuk. 16. napirendi pontunk. Javaslat a Karthág külterület 0-126/1 helyre számú ingatlan tőkés Sándor névére történő haszonbérbeadásáról szóló 36/2016 KT számú határt módosítására. Bérleti szerződés hosszabbításáról van szó, egy évre hosszabbítjuk meg ezt a bérleti szerződést, hogyha tetszenek támogatni. Kérdés, hozzászólás, vélemény van ezzel kapcsolatosan. Szavazzunk, igen, nem, tartózkodás nélkül. Egyhangulag támogattuk. 17. napirendi pont, javaslat a Karthág város állatorvosi ügyeletének megszervezésére. Tisztelt képviselőtestület, egyre nagyobb az igény, főleg a kisállattartók részéről, hogy legyen egy ilyen orvosi ügyelet. A hétvégén, ha elfogadásra kerül ez a dolog, akkor hétvégenként történne ez, péntektől hétfő reggelig, ebben kellene döntenünk. Van erre igény, én úgy gondolom, hogy támogassuk ezt a javaslatot, hiszen sok állattartónak megoldást tudunk akkor nyújtani. Van-e kérdés, hozzászólás, véleményehez? Elfogadását javaslom. Igen, nem, tartózkodás nélkül. Egy hangulat támogattuk. 18. napirendi pontunk, javaslat a Karthági városháza volt rendőrségi épület szárnyának felújítására. Üresen áll ez a bizonyos épület szárny, tisztelt képviselőtestület. Nyilvánvalóan valamit ezzel kezdeni kell, és a döntés értelmében a belügyminisztérium támogatásával erre van is lehetőségünk, hiszen visszanemtérítendő bő 500 millió forintot kapott az önkormányzat, és ezt, ahogy korábban is már szóban megegyeztünk, a járás fogja használni, tehát a tervezés megkezdődött, és a terveknek megfelelően 2020. december 31-ig, tehát a jövő év végig a felújítás, a teljes felújítás be is fog fejeződni. Vitára bocsájtom a napirendet, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Összekatára való tekintettel név szerinti szavazást. Szeretnék kérni, aki támogatja ennek a javaslatnak az elfogadását, jelezze Molnár Pál, dr. Karászegy László, Bajnai László Erzsébet, Gyurcsik János, én igennel szavazok, Karthagy Nagy Zoltán, Lepesi Tibor, nincs jelen, Pánti Ildikó, Andrássy András, Lengyel János, Kozma Dániel. Köszönöm szépen, egyhangulag támogattuk. 19. napi rendi pontunk a következő. Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakásokat és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket érintő üzemeltetési szerződés létrehozására. Javaslom, hogy egyszeri üzemeltetési díj lehívhatóságát támogassuk 10 millió forint erejéig az Erőforrás Kft. Részére. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e?
ehhez. Tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el, köszönöm szépen. 20. napi rendi pontunk javaslata Karcagy lakhanyában található 5376/31 helyrajzi számú ingatlan Agrospin ZRT részére történő értékesítésére. Hosszú évek óta bérli az Agrospint ezt a nevezett ingatlant, ami mindenféle csomagoló eszközt tárol. Na most ez a bizonyos júliusi vihar, ez nagyon komolyan megrongálta ezt az épületet, a magyarul a tetőnek jó részét leszakította, és én úgy gondolom, hogy nem lenne baj, hogyha nem mindenkinek kellene ezzel foglalkozni, ennek a felújításával, már csak azért sem, mert igen költséges a aszbesztes hullámpala miatt, úgyhogy javaslom az eladását, és egy szerintem nagyon korrekt ár, 7 millió forintért sikerült is rávenni az Agrospint vezetését, hogy vásárolják meg, és onnantól kezdve van ő dolguk, hogy hogyan oldják meg. Hát nyilvánvalóan ott az egész tetőszerkezetet le kell bontani, és ugye veszélyes építőanyagból lévén szó, nem egyszerű feladat maga annak az elhelyezése, mint hulladéknak az elhelyezése, meg még újra is kell az egészet tenni, úgyhogy nem járunk rosszabbul. Vitára bocsájtom a napi rendet. Kérdés, hozzászólás van-e? Tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül. Egyhangulat támogattuk, köszönöm. 21. napi rendi pontunk, javaslat a Karcag Kórház Ferenc út 7 szám alatti helyiség Karcag kincsen rendezvényszerző non-profit korlátor felelősségű társaság részére nem lakás céljára történő bérvadásról szóló 324/2017 számú határt módosítására, szintén egy bérleti szerződés meghosszabbításáról van szó. Ha jól látom, akkor pontosan egy évre. Van ehhez kérdés, hozzászólás? Tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül. Egyhangulat. Elfogadtuk. 22. napi rendi pontunk. Javaslat a Karcag Dózsa György 2 szám alatti 43 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség ökrös és ökrös Kft. Részére történő bérbeadásról szóló 251/2011 Kft. Számú határt módosítására, szintén egy bérleti időszak meghosszabbításról van szó, szintén egyetlen évre. Támogatjuk-e? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. 23. napi rendi pontunkon érkeztünk, és innentől kezdődően zárt ülés keretében tárgyaljon el a képviselőtestület a napi rendi pontokat. Ennek megfelelően kérem kedves vendégeinket, hogy akit nem érint a napi rend, legyen kedves a tanácskozó termet elhagyni. Egy napi rend van még előttünk, ami döntésre vár. A 32. pótnapirendi pontunk, javaslat Karcagváros önkormányzatának a belügyminisztérium által indított járási startmunka mintaprogram projekt tervének benyújtása érdekében kötendő megállapodásra. Tisztelt képviselőtestület, a városgondnokságot érinti ez elsősorban, és három programban kell nekünk dönteni, és a terveknek megfelelően közel 250 fő foglalkoztatására nyílna lehetőség. Vitára bocsájtam a napi rendet, kérdés, hozzászólás van ehhez? Bizottság támogatta. Tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül. Egyhangulat elfogadtuk. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, most mindenkit arra kérek, hogy tájékozódjon a karcagi hírmondóból és a szuperinfóból. Jegyző úrat nem terheljük azzal, hogy elmondja a következő időszak programját, mindenki nagyon jól tudja. Ellenben bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2020. január 30-án csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Van-e valakinek javaslata erre az ülésre?
Ha nincs, akkor megköszönöm a tisztelt képviselőtestület tagjainak a megjelenését, az aktivitást, az eddig végzett munkát, hasonlóképpen a hivatalnak a munkáját. Bárhatóan az utolsó testületi ülés volt ebben az évben, az ülést bezárom. Mindenkinek áldott karácsonyt és nagyon boldog új esztendőt kívánok. Sok munka vár ránk, tessenek erőgyűjteni, pihenni, kikapcsolódni egy kicsikét, hogy folyamatosan tudjuk a munkát végezni a továbbiakban is. Köszönöm a megjelenést, az ülést bezártnak tekintem.